Emléklapot kapott az országgyűlés elnökétől Tihanyi György felkészítő tanár. Műsorunkban a pedagógussal és fiával Tihanyi Mártonnal, aki érdemes diák kitüntetést vehetett át az önkormányzattól, láthatnak beszélgetést. Tihanyi György tanár úrral a közelmúltban már volt egy riport, akkor az iskolájáról és a munkájáról beszélt. Most azt hallottuk, hogy az iskola tanulói országos tanulmányi versenyen kiváló eredményeket értek el, amelyeknek ön volt a felkészítője. Melyik volt ez a verseny, és hogyan zajlott le? Hát ugye tavaly márciusban beszélgettünk utoljára, azóta két tanév is befejeződött, és a iskolán tanulói a szakmasztár versenyen kiemelkedő eredményeket értek el a tavalyi évben is, és az idei évben is. Tavaly az első 6 helyzet tanuló lett az iskolánkból, illetve az idén az első, második, illetve a negyedik helyzet sikerült megszerezni a tanulóinknak. Hogy zajlott le a verseny? Hát maga a verseny több fordulóból álló versenysorozat igazából. A szervezése a versenynek már az év elején, tehát szeptemberben elkezdődik a tanulóknak a motiválásával, a tanulók kiválasztásával, illetve a kiválasztás után egy intenzíve felkészítéssel. Az első forduló tulajdonképpen januárban a iparkamarák által szervezett formában egy írásbeli fordulóval kezdődik. Az idén 43 szakmában több mint 7500 tanuló indult ezen a versenyen, ahonnan az eredmények alapján szakmánként 10 tanuló jut be a második fordulóba. Az idén a kettőm informatikusaink közül 4 tanuló volt esélyes, aki végül mind a 4 be is jutott a válogatóba, tehát a második fordulóba. Ez általában már gyakorlati feladatok megoldásával zajlik ez a versenyforduló. Itt már ugyanazokat a feladatokat kell tulajdonképpen végrehajtani, vagy hasonló feladatokat, mint amit a szakmai vizsgán is meg kéne oldani. És innen szakmánként 5 vagy 6 tanuló juthat el az országos döntőbe. Azért azt mindenképpen fontosnak tartom itt elmondani, hogy a válogatón már megszerezhetik a tanulók a szakmai végzettséget, tehát aki 60% fölötti teljesítményt ér el, az már egy 100%-os jeles szakmunkás bizonyítvánnyal, illetve technikusi bizonyítvánnyal zárja ezt a fordulót. 4 tanulóból 3 tanuló jutott be az idén az országos döntőbe. Maga a döntő ez április második felében végén zajlódik. Ez egy teljes nyilvánossággal a Hungerspo területén egy 3 napos verseny. Az első 2 napon van igazából verseny, az utolsó napon már csak az eredményhirdetés, ünnepés eredményhirdetés zajlik. Mikor útnak indultak, milyen eredménnyel lettek volna elégedettek? Hát miután a döntőbe bejutottak a tanulóink, és első helyeken jutottak be, reménykedtünk benne, hogy nagyon jó eredményeket érünk el, de itt már azt gondolom, hogy aki erre szintre jut, itt mindenki már csak győztes lehet. Tehát nem volt igazából ilyen helyezés, elvárás. Hát szerettünk volna minél jobban szerepelni, és de szerencsére ez sikerült is, hiszen a tanulóim az első, a második, illetve a negyedik helyet szerezték meg. Milyen volt az iskolában fogadtatás? Ugye Egyligányos Gépipari Szakgimnáziumról van igazából szó Győrben. Nagyon nagy örömmel vették az eredményeket. Egyébként nem csak a Ketkem informatikusok, hanem mellette többi informatik szakmában is nagyon jó eredményeket értünk el. A szoftverfejlesztő tanulóink az első és második helyet, a rendszerüzemeltető tanulóink pedig az első, harmadik, negyedik és az ötödik helyet szerezték meg a döntőben. Hát ez nagyon jó reklám az iskolának. A mérce nagyon magasan van, nehéz túlszárnyolni. Gondolom ezt a színvonalat a következő években is szeretnék tartani. Hát természetesen megpróbálunk mindig a hagyományokra megfelelően jól szerepelni. Hát sok minden múlik azon, hogy milyen motivált tanulókkal tudunk elindulni igazából ezen a versenyen. És egy ilyen helyen az ünnepés eredményhirdetés hogyan zajlik? Hát ez a verseny egy nagyon nagy nyilvánosságot kap. Ugye az egyik legfontosabb feladata ennek a versenynek a szakmáknak népszerűsítése. Ennek megfelelően nagy nyilvánosság előtt zajlik maga a verseny.
Orbán Viktor miniszterelnök nyitotta meg a versenyt, és maga az eredményhirdetés is ünnepélyes keretek között miniszterurak, államtitkárurak és a kamara elnöktől vehették át a tanulók az elismerő okleveleket, illetve az érmeket. Ezek után helyi szinten is megemlékeztek és elismerték a tanulóknak az eredményeit. A magyar a Győr-Moson-Sopron-megyei Iparkamara szervezésében egy ünnepélyes díjátadást szerveztek Győrben, illetve a dobogós tanulókat még a parlamentnak a felsőházi termében is megünnepelték, ahol Kövér László házelnök úrtól, illetve a Parag László elnök úrtól vehettek át elismerő oklevelet a tanulók és a felkészítő tanárok egyaránt. Hát ezzel az eredményhirdetéssel gondolom egy életre szóló élményt kaptak, és ehhez a munkához tovább években is sok sikert kívánok. Nagyon szépen köszönöm. Márton, Csorna egyik érdemes diákja lettél, amihez gratulálok. Volt valami tanulási módszered, hogy ezt az eredményt elérd? Hát viszonylag sok mindent meg tudok érteni, hogyha valami olyan anyagot adnak fel, amiben nem vagyok otthon, akkor szüleimtől kérek segítséget, apától, anyától, ők pedig nagyon sok esetben szoktak segíteni nekem. Ezáltal könnyebben meg tudom érteni a tananyagot, illetve a leckét, és ezáltal még nagyon fontos a szorgalom is, hogy ne adjuk fel, hogyha van valami célunk, akkor azt tényleg csinálni teljes bedobással. Ezt azért kérdeztem, mert úgy tudom, hogy más több mindent csinálsz, és ez az hogy fér el 24 órába? Hát nagyon fontos az időbeosztás. Ugye én iskolán kívül 4 éves korom óta néptáncolok, illetve 7 éves korom óta a Csorni Sport Egyesület utánpótlás csapataiban játszok. Kell hozzá szerencse is, tehát hogy a próbák és az edzések azok pont abban az időpontban legyenek, amikre el tudok menni. Igyekszek beosztani az időmet, eltervezni a napomat. Ezáltal ugye több mindenről le is kell mondanom, mint például az otthoni kikapcsolódás, számítógépezés, tévénézés és egyebek. Előfordul olyan, hogy csak este edzés vagy próba után tudok tanulni, de hát hogyha valamit szeretsz és csinálni akarod, akkor ezekről a dolgokról le kell mondanod, áldozatot kell hozni. Hát jó hallani ezt, mert a mai világban annyi minden éri a fiatalokat, hogy elég választani, és bizony több dolgokról le kell mondani siker érdekében. Volt kedvenc tantárgyad? Igen, több is. A történelem, informatika, illetve még az idegen nyelvtanulás, különösen az angolt, azt is nagyon fontosnak tartom, ugyanis úgy gondolom, hogy az angol az egy igazi világnyelv, egyszerűen mindenhol megértik, mindenhol beszélik, és jó magam is több ilyen kéthetes kurzuson vettem részt a 6-os és társa nyelviskolában Győrben. Most nyáron is voltam egy kéthetes kurzuson, és ez elég sokat tud segíteni. Visszatérve a tanuláson kívüli tevékenységedre, hát a néptánc és a sport nagyon jól kiegészítik egymást, ezt te is tudod. Folytatni akarod középiskolás korodban is majd? Hát remélhetőleg igen. Remélem, hogy az időbeosztás az kedvezni fog, és tényleg lesz időm továbbra is ezekre az elfoglaltságokra. Meglátjuk. Ehhez továbbra is jól be kell osztanom az időmet. Természetesen ugye a tanulás sem lehet elhanyagolni, ugye jövő évtől megkezdem a középiskolát, mégpedig a Jedlik Ányos szakgimnáziumban, a Ketkem kétanyelvű angol szakon. Hát nagyon jó választás. Hát ugye édesapám is ott tanít,
Egyelőre még nem fog tanítani, későbbiekben meglátjuk. Hát a Tihanyi családnak van egy régi szerelme, a labdarúgás, ugye most van a labdarúgó világbajnokság, hiszen a nagypapád Csorna kiváló játékosa volt, nagyon sikeres edző, édesapád amatőr szinten szerette a focit, hiszen beszélgettünk arról, amikor kisebb volt, lejártatok a Rákóczi pályára focizni, te pedig aktív labdarúgó vagy, ilyenkor mindenkitől kérdezik, ki nyeri a világbajnokságot, kinek drukkol? Hát én ugye Magyarországra hát nem jutott ki, másodlagos természetesen azok az olaszok lennének, de hát ők sincsenek kint, ezért mi a braziloknak szurkolunk. Hát ez kicsit így régebbi emlékként, ugyanis apának például az egyik kedvenc labdarúgója az brazil játékos volt, illetve a kedvenc klubcsapatom meg apának is az AS Roma, és a brazil csapatban a kapus az a Rómában játszik, és hát megpróbáltunk egy olyan csapatot keresni, amiben a rómás meg kedvesebb számunkra, és így lettek a brazilok, és úgy gondolom, hogy szerintem nagyon nagy esélyük van, hogy megnyerjék ezt a világbajnokságot. Különösen így, hogy nagyobb top csapatok is kiestek most az utóbbi időben. Hát sikeres folytatást kívánok az új iskolában. Köszönöm a beszélgetést! Én köszönöm.